Üdvözöllek a Shakespeare darálóban, almás is ott vagyok, mint mindig. Ebben a videóban Gutenberg nyomdájába szeretnélek elkalauzolni. Ez azonban nem kell útlevelet, vagy legalább személyit előkészíteni, hiszen nem megyünk külföldre, sőt, időutazásra sem kell felkészülni, hiszen maradunk Magyarországon, és most. Hogyan is lehetséges ez? A videóból ki fog derülni. Ha érdekel, tarts velem! 2021 augusztusában egy baráti társasággal Jósvafőn nyaraltunk, és a környék észak-kelet Magyarország egyik szegletének nevezetességeit, kiránduló helyeit látogattuk. Így vetődtünk el a Guinness Rekorderhez Varga Bélához, aki a világ legnagyobb könyvét készítette el. A könyv 346 oldalas, és a környék élő világát mutatja beolvasóinak. Bár a 346 oldal egy nagyobb könyvlapszámát számát jelzi, de ettől még nem lenne világrekord eltarán. Ami azonban azzá teszi, az a lapméret, ugyanis 418 x 377 cm, súlya pedig már mint az egész könyvnek 1420 kg. Képzeljünk el tehát egy hatalmas könyvet, amiben a lapok hosszanti oldala több mint négy méteres, a rövidebbik pedig majdnem ugyanekkora, majdnem négy méteres. Nyilván ezt a könyvet így nem lehet olvasgatni, hiszen már a lapozás is egy különleges művelet. Talán évente egyetlen egyszer VIP vendégeknek mutatja meg Varga Béla. A könyv tehát méltán nyert el 2010-ben a világ legnagyobb könyvet címet a Guinness-től. Ez tényleg egy csoda, egy nyomdászati, könyvészeti csoda és csodájára is járnak a szakértők és érdeklődők a világ minden pontjáról. Így mi is elmentünk megnézni. Csak hogy nekem nem ez a könyv volt az igazi csemege, hanem a nyomdászat történeti kiállítás. Ezen a kiállításon ugyanis korhűen rekonstruálta Varga Béla a papírkészítés és nyomtatás Gutenbergi verzióját. Elkészített egy hatalmas papír pépesítő gépet, amelyet a sajópatakhoz illesztett vízi mozgatnak, és a teljes munkafolyamat eszközeit, például egy nagy keverőtégeit, ahol a ronypapírpépet papírpépet tovább keverik, homogenizálják. A nyomdai lapméretű szitákat, amivel kimerik a homogenizált pépből a lapnyi anyagot a hatalmas présgépet, amivel a szitából kikerült majdani lapot lapítják, víztelenítik. És a szárító felületet, ahol a lapokat fellógatják és szárítják. A folyamat végén pedig olyan jellegű papírt nem kapunk, amivel a papír- és írószerboltokban ma is találkozhatunk. Pontosabban egyáltalán nem olyat hiszen ez a papír más anyagból készül, más technológiával, és ezért az eredmény is durvább, vastagabb, és valószínűleg időtállóbb is. A 15. század második felében ezt használták a nyomdában, erre nyomtatta Gutenberg a híres bibliáját. A papír készítésének bemutatása a korabeli gépek használatával történő ismerkedés azonban minden Shakespeare kutatónak érdekes lehet, ugyanis a késő 15. századtól a 16. század végig nem igazán jeleskedett Anglia papírgyártásban, inkább a kontinensről rendelték az alapanyagot. Persze nem szükségszerűen Gutenberg nyomdájából, sőt, de a technológia még a kevésbé márkás papírok esetében is hasonló lehetett. Hogyan tudta Varga Béla korhűen rekonstruálni a korabeli papírkészítés eszközeit? Először is, ha jól tudom, Varga Béla nagyon otthon van a papírban, ami talán abból is látszik, hogy tapétagyárral indította az életét. A papír volt tehát a kenyere. Másodszor pedig, ahogy maga mondja, a mechanikában is nagyon jó, fel, nagyon jó feltaláló, aki szívesen talál ki gépeket, amikkel aztán megvalósíthatja céljait. Harmadszor pedig nagy könyvtárakkal, elsősorban német területről, közösen kutatta fel, milyen is lehetett Gutenberg idejében a papírgyártás, maga Gutenberg hogyan állíthatta elő a papírt, amire szüksége volt a nyomdájához. Az egyik képen, Látható Gutenberg papírjának a vízjele az ökörfej. Tehát szakértelem, ötletesség és kutatás tette lehetővé, hogy Varga Béla korhűen rekonstruálja a papírkészítés gutenbergi eszközeit és technológiáját. A papírkészítés azonban nem minden, még ha nagyon izgalmas is ugyanis a nyomtatás is legalább, hanem nem még fontosabb. Legalábbis Shakespeare kutatóként. Varga Béla ugyanis elkészítette egy autentikus másolatát Gutenberg nyomdagépének, és még arra is figyelt, hogy ugyanabból a fafajtából készítse, mint amiből az eredeti készült. Az eszköz üzemeltetése természetesen kézzel történt, azaz először kiszedték a nyomtatandó oldal szövegét a betűkészletből, és betették egy nyomtatási tálcába. A betűket aztán egyenletesen házi gyártmányú tintával bekenték, majd ráhelyezték a papírlapot és áthúzták a nyomdagépen, hogy egyenletesen jelenjenek meg a betűk az oldalon. Végül a nyomtatott lapot kitették száradni és ezt a folyamatot zongorázták le annyiszor, ahány példányban kívánták megjelentetni az adott könyvet. Majd a folyamatot a szedéssel újra kezdték a következő oldal ö, tekintetében. A nyomtatott oldalon kialakított szöveg előállításában a betűkészlet meglehetősen fontos, és a múzeum egyik talán legértékesebb része a gyűjteménynek. A betűkészlet ugyanis nem autentikusan újra készített betűkészlet, hanem maga az eredeti. Sőt, Varga Béla szerint a legteljesebb gutenbergi betűkészlet a világon. A történet szerint egy viszkonzini ikerpár tulajdonában voltak ezek a betűk, akiket régen megkörnékeztek már múzeumok, könyvtárak, hogy adják el ezt a műkincset. A testvérek azonban ellenálltak egészen addig, amíg Varga Bélával nem találkoztak, akinek végül is nem tudtak ellenállni. Így egy olyan kulturális érték került színpetri községébe, amelynek nincs párja a világon. Ha már említettem a betűkészletet, a betűtípusról is érdemes egy két szót ejteni. A betűtípust Gutenberg fejlesztette ki, manapság fraktúra, vagy más néven black letter néven szokás utalni rá. Különlegesség ennek a betűtípusnak, hogy nehezen olvasható, és a kinézete emlékeztet a kódexek kézírására. Azokat a betűtípusokat azonban, amelyeket könnyebben olvashatóak, és paradigmatikusan eltérnek a kézírást imitáló betűtípustól, egy kicsit később fogják elsősorban a humanisták tevékenységéhez köthetően kifejleszteni. Ezek közül talán a leghíresebb az a betűtípus, amely a mai garamondra hasonlít a legjobban, és amit egy Adolf Grusnevű nevű frankfurti nyomdász talált fel. További érdekességekre lelhetünk még, hogyha megnézzük a Gutenberg Biblia egyetlen oldalát, hiszen itt mást is láthatunk, mint a szöveget, azaz díszítést, sőt színes díszítést és iniciálékat is. Gutenberg nyomdája ezeket még nem tudta elkészíteni. Úgyhogy a díszítés és színezés kézzel történt. Vagyis az üzemben dolgoztak olyan emberek, akik kizárólag ezzel foglalkoztak. Ennél fogva, mivel nem gépesítették még ezt a folyamatot, valójában minden egyes példány, még ha törekedtek is az azonosságra, nem lett tökéletesen hasonló kinézetű, mindegyik egy kicsit, néha csak nagyon nehezen észrevehetően eltér a másiktól. A Gutenbergi nyomdában, hogy a teljes munkafolyamat megvalósulhasson, a papírkészítéstől a színezésig, a jelenlegi ismeréteink szerint körülbelül 23 munkatársnak kellett dolgoznia. Meg kell még jegyeznem, hogy néha szoktak úgy gondolkodni Gutenbergről, mint aki a 16. századi információs robbanást hozta létre, vagyis a nagy ugrást, a paradigmatikus ugrást a kéziratos kultúrától a nyomtatottig, és van ebben igazság. A betűtípus és a díszítés azonban, arról tanúskodik, hogy Gutenberg valószínűleg nem akarta a kéziratos kultúrát leváltani, hanem csak bizonyos munkafolyamatokat akart mechanizálni a nagyobb példányszám érdekében. Persze itt sem kell ipari méretekre gondolni, hiszen a Gutenberg bibliája 200 példányban került a piacra azaz a Gutenbergi cél organikus kiegészítése tervezett lenni a kéziratos kultúrának, és nem annak leváltóját, leváltója szeretett volna lenni. A két médium egyébként még több mint száz évig párhuzamosan élt egymás mellett, egészen más funkciókat betöltve. Viszont az is igaz, hogy a nyomdokain elindulva szinte Gutenbergtől függetlenül végül is Mégiscsak eljött a 16. századi információs robbanás. Mindez azonban semmiképpen sem csökkenti a Szimpetriben található kultúrtörténeti, könyvtörténeti kiállítás értékét. Mindenképpen érdemes ellátogatni oda, megtekinteni a különleges gyűjteményt, és találkozni Varga Bélával, aki első látásra úgy tűnt nekem, hogy egyesíti magában a kulturális emlékezetért tenni vágyó embert és a kemény vállalkozót, feltalálót. Mindezek után köszönöm a figyelmed, és ha tetszett a videó, lájkold, like kattints a képre jobb alul a Shakespeare daráló YouTube csatorna követéséhez, és a kommentekben, mint ahogy eddig mindig is, várom a kérdéseid, megjegyzéseid. Viszlát a következő videóig, és addig is olvassuk Shakespeare-t, és látogassunk el kiállításokra, amelyek gazdagíthatják akár Shakespeare-t illető kulturális ismereteinket.